Az egyházas bágyonyi mezei család egyenes ági vonalon sajnos nem kutatható első mezei Mihály születésénél vissza régebbi időbe, de az tudva lévő, hogy Mezei Gáspár és testvére a 17. században kapott nemesi címeres levelet, illetve régi nemességüket ekkor újította meg a király. Ők Szatmár várának voltak a kapitányai, illetőleg tisztjei. És ha a családtörténelmi irodalmat jobban tanulmányozzuk, akkor az az érdekes információ derül ki, hogy egyrészt Nagy Iván azt írja erről a familiáról, hogy a 15. században Nógrád megyében tűnik fel Mezei Lőrinc, és valóban az országos levéltárban vannak iratok, melyekben egyházas bágyoni Mezei Lőrinc és családtagjai szerepelnek. És hát ezt még tovább erősíti az az adat, hogy Nógrád megyében két falu szerepel egymáshoz, illetőleg létezik egymás mellett, igen közel. Egyházas Dengeleg és Kis Bágyon, tehát az egyházas bágyoni előnév abszolút következtethető innen. Ugyanakkor Kempelen családtörténeti művében, mint kihalt családról ír az egyházas bágyoniakról, ami valóban igaz abból a szempontból, hogy Nógrád megyében a török idők viszontagságai közepette ez a család eltűnik, tehát többet már a 16. században nem szerepel, de ugyanakkor Kempelen nem vette figyelembe azt a tényt, ugye hát a magyar genealógia igen szerteágazó, és több tízezer nemesi család szerepel benne, hogy a 17. században ugyanez a család ugyanezzel a nemesi előnévvel feltűnik, előkerül, és régi nemességüket erősíti meg az Armálisban a király. A címeres levélben egy magyar vitéz szerepel, aki egy fejszével és egy lándzsával egy medvére támad. A sisakon, a címer fölötti sisakon pedig egy kar látható, egy vitézi kar, amint egy kardot tart a kezében. Most röviden visszatérve a mezei családnak a 19. századi szerepére Nagyváradon, meg kell még említenem, hogy II. Mezei Mihály gyermekei, leánya is jelentős családokkal kerültek házassági kapcsolatba. Például itt meg kell jegyeznem, hogy Sipos Árpád, aki jogakadémiai tanár volt, és híres jogászprofesszor, Mezei Etelka férje lett, és sajnos most nem jut eszembe a neve, de az egyik mezei lánynak a férje pedig a Ludovika Katonai Akadémia igazgatója lett a későbbi időben. Hát nagyjából és körülbelül ennyit a mezei családról. Megjegyzem, igen részletesen kikutattam a család történetét, és ezeket írásban rögzítettem is. Lehet, hogy egyszer majd megjelentetem, mert elég sok érdekes történet akad a családi krónikában. Talán még annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy a Mezei Lajos festőművész felesége, Tuolt Mária Magdolna, édesanyja Dravecki lány volt, ez egy igen előkelő felvidéki szepességi
nemesi család, és ennek kapcsán én nem csak az apai ágat, a mezei ágat kutattam, hanem minden felmenőt, minden női vonalat, anyai ágakat, és igen nagy örömömre, igen sok felvidéki családdal állok ilyen módon, igen távoli, de mégiscsak rokonságban, mert a Dravecki család révén, hát a Berzevici, a Görgei, a Színyei Merse, és sorolhatnám még tovább hosszasan, hogy mi családokból származom. Az egyik legizgalmasabb rész az volt, amikor kiderült, hogy az egyik Színyei Merse ősöm révén az alsó limbai Bánfi családdal is összeköttetésbe kerültem, és az egyik ősömnek egy lengyel hercegnő volt az édesanyja, a Piaszt lengyel királyi házból. Innen kezdve már igen könnyű volt a kutatás, hiszen a fejedelmi hercegi királyi családok családfája az részletesen felkutatásra és lejegyzésre került. Úgyhogy olyan érdekes dolgok derültek ki, hogy tehát a Piaszt házban kutatva ennek a lengyel hercegnőnek az őseit, lengyel királyokra bukkantam, az orosz fejedelmek ősei között kun fejedelmek is szerepelnek, és hát innentől kezdve a Rurik dinasztián keresztül a skandináv uralkodók, sőt német, cseh, francia, brit uralkodók is az ősök közé sorolható, még bizánci császár is akadt közöttük. Hát ez csak kuriózum, aki elhiszi, elhiszi, aki nem, nem. Minden esetre a családfakutatás az egy igen érdekes terület.